Álomszép otthon? Velünk gyerekjáték. S+C Studio Kft. Szekszárd. www.s+cstudio.hu. Együttműködés a város legnagyobb helyi adófizetőivel találkozott Paks polgármestere. Közmeghallgatás, az idei tervekről tájékozódhattak a bátaszékiek. Kullancs szezon, rengeteg vérszívó élte túl az enyhe telet. Verseny, több mint 50 diák mérte össze a tudását Szekszárdon. A Tolnatáj Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! Nagy adózók számára tartott, fogadással egybekötött fórumot a Paksi Önkormányzat. Az eseményen azon vállalkozások vezetőit köszöntötték, akik a város legjelentősebb összegű adóját fizetik. Az önkormányzat tavalyi bevételének közel 64%-át a helyi adók biztosították, mondta az eseményen Szabó Péter polgármester. Nagyadózói fórumon köszöntötte Szabó Péter azoknak a vállalkozásoknak a vezetőit, akik a legjelentősebb összeggel járulnak hozzá a város adóból befolyt bevételeihez. Az eseményre meghívottakat a városvezető többek között arról tájékoztatta, hogy a 2018-as költségvetés közel 64%-át, azaz 7,5 milliárd forintot a helyi adók tették ki. Ezeknek a közhatalmi bevételeknek, tehát ennek a 7,5 milliárd forintnak a 64%-a az az iparűzési adóból származik, 33%-a az építményadóból, 1,4%-a a gépjárműadóból és a kommunális adóból, és a maradék 1,4%-a pedig a különféle telekadókból. Szabó Péter elmondta, hogy az adóból befolyt összeg mértékének köszönhetően hitelfelvétel nélkül zajlik a város vezetése, illetve széles körben tud megvalósítani önként vállalt feladatokat. A város vezetés továbbá ennek köszönheti az intézményhálózat és az egészségügyi ágazat magas színvonalú fenntartását. Költségvetésünknek a 20%-át közel 2,5 milliárd forintot tudunk fordítani az intézményhálózatunk fenntartására és működtetésére, de ugyanilyen jelentős összeggel tudunk hozzájárulni akár az egészségügyi ágazatnak a fenntartására, itt gondolok alapvetően a Paksi Gyógyászati Központnak a működtetésére, amelyhez Paksváros önkormányzata az OEP finanszírozáson kívül 600 millió forinttal tud hozzájárulni. Szabó Péter köszönetét fejezte ki a nagyadózók felé, és hangsúlyozta, hogy továbbra is számítanak támogatásukra. Jó érzés az, hogy tiszta a városunk, folyamatosan az utcák felújulnak, tereket újítanak fel, játszótereket, ez természetesen egy nagyon jó dolog. Hát ez az unokáinknak, gyermekeinknek természetesen egy nagyon jó, és hát használják is ezt a gyerekek. A városvezető beszámolóját Cseke Klára tanítványának, Kovács Aliz műsora követte, aki énekhangjával varázsolta el a közönséget. A 21. század egészségügyi rendszer felépítésén dolgozik a kormány, ezt az emberi erőforrások minisztere mondta. Kásler Miklós az elektronikus egészségügyi szolgáltatási tér adatbázisainak bejelentett bővítésével kapcsolatban úgy fogalmazott, a 23 milliárd forintos fejlesztés keretében a magyar emberek 5 éven belüli egészségügyi adatait lehet feltölteni a már meglévő rendszerbe. Ehhez a nagy adatbázisokat is hozzákapcsolják, mint például a vérkészlet és a védőoltás nyilvántartásokat, a várandós édesanyák adatait és a gyermekegészségügyi kiskönyvek nyilvántartását. Közmeghallgatást tartott Bátaszék önkormányzata. A program során Bozsolik Róbert polgármester beszámolta az elmúlt évben végzett fontosabb munkákról, és ismertette az idei költségvetést. A helyiek elsősorban a város üzemeltetésével kapcsolatos kérdéseket fogalmaztak meg. A csapadékvízelvezetés utak átjúzása. Terveztük is, hogy 2019-ben minél gyorsabban szeretnénk ezeket a tél okozta problémákat megoldani. Illetve hát van egy visszatérő probléma, amire megoldást kell találjunk a város polgárnak nyugalma érdekében. Ugye bevásárlóközpont parkolóját nem parkolási célra használják a fiataljaink. Ebbe szeretnénk hatékonyabban fellépni. Meg fogjuk keresni a bátaszéki rendőrösöt, illetve a szekszárdi kapitányságot, hogy próbáljanak hatékonyan intézkedni annak érdekében, hogy a környékbeli lakók nyugalma éjszaka is fenntartható legyen.
Bűnmegelőzésű tematikájú társasjátékkal mutatták be általános iskolás gyermekeknek a Tamási rendőrkapitányság munkatársai, hogy milyen veszélyek leselkedhetnek rájuk a mindennapi élet és az internet használat során. A diákoknak az őket leginkább érintő témákban kellett feladatokat megoldaniuk, a társasjáték próbáit valamennyi iskolás sikeresen teljesítette. Az enyhe tél miatt hamarabb kezdődik a kullancs szezon, és sokkal több vérszívó élte túl az enyhe időjárást, mint a korábbi esztendőkben. Erre figyelmeztetnek a szakemberek. A bőrgyógyász azt mondja, még mindig sokan vannak, akik nem tudják, mit kell tenni, ha kullancsot találnak magukban. A városok környékén is megjelentek a kullancsok, mondják a szakemberek. Bár a csípés ellen nem véd, a rovar által hordozott vírusos agyhártyagyulladás elkerülése ellen az időben beadott oltás a leghatásosabb. De csak ez ellen. A vérszívó által hordozott másik betegség, a borília, avagy ismertem nevén a Lyme-kor ellen nincs védőoltás. 100 kullancsból a boríliával 40-60 fertőzött, a vírussal, avval csak a 100-ból egy. A bőrgyógyás szerint a legfontosabb, ha valaki kullancsot észlel magán, akkor ne ijedjen meg, hanem minél hamarabb távolítsa el. Ha beszakad a szívóka, nem fertőz, kilökődik magától, nem kell vele foglalkozni. De ha benne marad a kullancs, az 2-3 óra után elkezdi visszaköpködni a nyálával a rengeteg vírus vagy baktériumot. A kullancs eltávolításának többféle módja van. A legegyszerűbb egy cérna használata. Egy cérnát kötni rá, úgy, hogy a bőr meg a kullancsnak a feje közé, a szívóka benne van a bőrbe, és azt óvatosan kihúzni. A szakember szerint, ha valaki nem venné észre a bőrében a vérszívót, viszont a Lyme-kor jellegzetes tünetét, a piros foltot észleli magán, akkor sem kell kétségbe esni, hanem azonnal orvoshoz kell fordulni, mert egy időben elkezdett antibiotikum kúrával gyógyítható a betegség. Több mint 50 diák vett részt a szekszárdi Csapó Dániel agrárszakközépiskola versenyén. A gyerekeknek zsűri előtt kellett megvédeniük az előadásaikban felvázoltakat. Van egy nap, ami a tehetség felfedezés és gondozás jeles napja a Csapó Dániel Agrárszakképző Központban. Így megy ez már 33 éve, viszik tovább nagy lelkesedéssel és kötelességtudattal a palánki Csapó Dániel Agrárszakképző Központban a maiak eme hálás csapós örökséget. Mondhatni, óriási az érdeklődés évről évre, az addigi rekord mindig megdől. Ez a 16 különböző iskola, ez azt gondolom, hogy egy óriási eredmény. Egyébként soha ennyi iskola nem képviseltette magát, mint az idei a 2019-es emlékversenyen. Három kategóriában 400 pályaművet fogadott el, illetve be a zsűri, és a három legjobbat díjazták mindegyikben. A bőség zavarát több külön díjjal igyekeznek kompenzálni, mert mint azt a szekció zsűri elnökök elmondták, tényleg magas a színvonal. Az is elhangzott, hogy sok esetben főiskolán és egyetemen született dolgozatoknál is jobbakat találtak itt a Csapóban. Fontosnak tartottuk a zsűri tagokkal azt szerint rangsorolni a pályamunkákat, hogy mennyi saját munkát tett bele egy-egy diák, illetve mennyi saját kísérletet végzett egy-egy pályamunkával kapcsolatosan. És elmondhatom, örömmel elmondhatom, hogy szinte valamennyi pályamunkában volt saját hozzáadott érték, illetve saját kísérlet. A rendező Csapó Dániel Agrárszakképző Központ két diákja vehetett át külön díjat a pénteki kora délutáni eredményhirdetésnél. Takács Gréta az antibiotikumok negatív hatása a sertéstenyészetre címmel rendkívül izgalmas és kényes témában értekezett. Sáfrány Péter pedig klasszikus mezőgazdasági témában a csávázó szerek használatát és a vetési időket vetette össze a búzánál saját család gazdaságukban tapasztaltak alapján. Játadtak magukról a már 2 éve szervezetten létező, ma már országos bajnokságban is szereplő szekszárdi csörgőlabdások. A szekszárdi Szivárvány általános iskola vak, illetve látássérült tanulóiból álló csapatát felkarolta a szekszárdi Fekete Gólyák KC, amely NB1-B-s női kézilabda csapatot működtet. Annak már lassan 10 éve, amikor a Vakok és Gyengéllátók Tolna megyei szervezetének elnöke Kovács Lászlóné Marika 6-6-os közreműködésével, a szolidaritás érzésének elterjesztésével többször is meghívta Szekszárdra az éppen aktuális csörgőlabda férfi válogatottat.
Mert hogy a korábbi csapatoknak oszlopos tagja volt az őcsényi értelmiségi vak fiú Orsó Zsolt. Akkor egymás között játszottak valamelyik tornacsarnokban, most pedig, és ez örvendetes hír, egy két éve már létező, a Szivárvány általános iskolára építő, a Fekete Gólyák KC égisze alatt létező szekszárdi csapat ellen, amely, csak eddig erről nem igazán szóltak a híradások, már a parasportolók számára kiírt másodosztályú bajnokságban szerepelnek rendszeresen. Nyilván szeretnénk segíteni a vakokon, gyengénlátókon, szeretnénk sportolási lehetőséget biztosítani. Itt van a jó példa, ugye a Pintér Zsolti, aki vaklétére dolgozik, sportol, zenél, tehát nem lehetetlen ez a feladat. A szolidaritás megsüvegelendő cselekedete ez az NB1B-s kézilabda csapatot működő Fekete Gólyák KC-től. A srácok, a jelenlegi csapattagok nagy-nagy izgalommal készülöttek már a mérkőzés előtti egy órában a bemutató meccsre. A vakok számára egyéb iránt ez a labdajáték, a csörgőlabda a legnépszerűbb. Az én életemben a sport meg a zene az a két dolog, ami igazán szerepet játszik, úgyhogy szeretem mind a kettőt csinálni, és össze is egyeztethető. Zsoltot, aki semmit sem látóan, vagyis vakon született meg, eddig zenészként, gitárosként, énekesként ismerhettük meg a különböző rendezvényeken. Nos, a csörgőlabda csapatban ő a center. Ami azt jelenti, hogy ugye az ellenfél labdáját védi a center 9 méterben, az ő dolga. Igazából van két hátvéd is, tehát két szélsőjátékos, hát ők inkább dobnak, tehát ez a lényeg ennek a dolognak. Azért center az kiméri magát, ha csak lehet. A bemutató mérkőzést megelőző közös összejövetelen szóba került a csörgőlabdához szükséges kellő méretű tornacsarnok igénybevétele, pontosabban annak hiánya Szekszárdon. Tornacsarnok, mert hogy a Szivárvány általános iskola csarnokát már régen kinőtték a sportolók. Jó hír, hogy a Babits Mihály általános iskola udvarán hamarosan megépülő kézilabda csarnokban véglegesen otthonra lelhetnek a csörgőlabdások. Március 29-én kezdődik és április 14-éig tart országosan a rókák tavaszi veszettség elleni vakcinázása, közölte a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal. Emiatt az adott területekre 21 napig érvényben lévő ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendelnek el. Tolna megyében április 3-ától 8-áig végzik a vakcinázást, ezért április 3-a és 23-a között rendelik el a tilalmat a szekszárdi járás nagy részén, a bonyhádi járás déli felén, valamint a tolnai járásból Tolna, Fadd és Bogyiszló környékén, illetve a paksi járásból Gerjenben és környékén. Az ország első CX-es termékeket forgalmazó mintaboltja nyílott meg Bonyhádon. A munkavédelmi ruházatra szakosodott cég termékei a Zrínyi úton érhetőek el ezentúl. A márka egyedülállóan széles termékkínálattal mutatkozott be a Völgységi városban. Attól széles, hogy megtalálható benne az iparág valamennyi területére szóló munkavédelmi termék, megtalálható benne kortól, nemtől függetlenül számos olyan termék, ami már divat munkaruházatnak is számít, utcai használatra ugyanolyan tökéletesen megfelel, mint a munkába használni. Megtalálható hölgyeknek munkaruházat. Én munkaruházatnak hívom, de ahogy említettem, sportruházatnak, utcai használatra is használható, vagy viselhető bármely termékük, és a gyermekekre is gondoltak. Ettől már jelentősen szélesebb a skála, mint egyéb más CX-es, vagy egyéb más márkajelzésű terméké. Regionális híreink következnek. Jó ütemben halad az új ügyészség építése, már nyáron átadhatják az épületet. Adatvédelem felsőfokon, országos roadshow keretében hívják fel a diákok figyelmét. A pécsi mandulafa lett az európai év fája, piknikkel ünnepelték a győzelmet. Jó ütemben haladnak az új ügyészség építésének munkálatai Kaposváron. A mintegy 7500 négyzetméteres épület 5 szinten, 130 irodából, mélygarázsból és más kiszolgáló helyiségekből áll majd. Az új ügyészség egyik látványossága a 2500 négyzetméternyi üvegfelület lesz. A tervek szerint idén-nyáron adják majd át a modern épületet. Egyirányú, a Laktany utca irányából lehet majd beközlekedni, be lehet menni a mélygarázsba jönnek ki, és akkor itt a Grófaponyi utca felé tudnak kimenni. Az új ügyészségi épülethez kapcsolódó forgalmi rendet magyarázza Polgár Sándor.
Közel 40 parkolót is kialakítanak majd ide, de a zöld területekre is nagy hangsúlyt fektetnek. Az egykori bőrgyógyászat helyén felépülő ház a Somogy megyei főügyészség, a Kaposvári járási és nyomozóügyészség, valamint a központi nyomozó főügyészség regionális dolgozóinak biztosít közös 21. századi munkahelyet. Körülbelül 7500 négyzetméter lesz a hasznos terület az épületnek, 5 szinten helyezkedik el ez, vagy található ez az 7500 négyzetméter. A földszinten egy mélygarázsa indul meg irodákkal, aztán végig egyébként irodák vannak a szinteken. Kb. 120-130 iroda van az épületben. A munkálatok gyors ütemben haladnak, így várhatóan idén-nyáron adják majd át az új épületet. A kivitelező cég, a Laterex építő ZRT termelési igazgatója szerint látványában is egyedülálló lesz az épület. A budapesti Timpanon építésziroda tervezte a házat, Madzin Attila Ybl díjas tervező munkáját dicséri. Hát ahogy a környéken is hívják, és a nevéből is lehet látni, a kristálypalotának hívják, az ugye ma az üvegfelületek, a homlokzaton megjelenő betonfelületek a ma divatos irányzatnak modern építészeti elemeket tükrözi. A kaposvári székházépítés az elmúlt 100 év legnagyobb ügyészségi beruházása Magyarországon, amely mintegy 3,6 milliárd forintból valósul meg. Mit tehetünk az ellen, hogy ellopják adatainkat? Hogyan élhetünk még biztonságosabban a digitális térben? Többek között ezekre a kérdésekre is megkapták a választ a Pécsi Kodály Zoltán gimnázium tanulói. Az iskola az első állomása a digitális immunerősítő program roadshowjának, a rendezvény keretein belül interaktív feladatokkal, előadásokkal és beszélgetéssel hívják fel a fiatalok figyelmét arra, hogy védhetik meg személyes adataikat. Nem csinál mást, mint Péter áldozat egyik ismerősének profilját lemásolja. Látványos hacker show keretein belül mutatták be a fiataloknak, milyen egyszerűen feltörhetik a közösségi médiában használt profiljaikat. A Kodály gimnáziumban több száz diák volt kíváncsi a folyamatra. A műsorban egy valódi hacker a közönség szeme láttára könnyedén néhány pillanat alatt szerezte meg a felhasználó névjelszó kombinációt. Amit látjátok, a hackerünknek ehhez 3 percnél több nem kellett. A bemutató mellett különböző interaktív feladatokkal is készültek a fiatalok számára. Mindez az új nemzedék digitális immunerősítő programjának része, melynek első állomása a Pécsi. Az egésznapos program során arra hívják fel a diákok figyelmét, hogy a biztonság elsősorban nem a szoftvereken múlik, hanem saját magukon. Nagyon sokan nyitott profilt használnak, nem zárják be mások előtt, éppen ezért nagyon sok személyes adat látható. Olyan profilokat, álprofilokat hoztunk nyilván létre, amiből ők is ki tudnak következtetni jelszavakat. De a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács, illetve a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat is olyan aktivitásokkal készült, ami felkészít bennünket ezekre a kihívásokra, hogy ezeknek tökéletesen meg tudjunk felelni. Az eseményen a Kodály gimnázium tanulói mellett általános iskolások is részt vettek. Az intézmény igazgatója szerint különösen a 7. és 8. osztályosok érintettek. Ezért is kell minél korábban elkezdeni az internet biztonságos használatának oktatását. Minél korábban el kell ezt a felvilágosító tevékenységet kezdenünk, de a 12-esek ugyanúgy részt vesznek, és hogy tudják a problémák forrását, és hogy milyen jogi következményekkel járhat egy-egy ilyen internetes zaklatás, vagy egy olyan dolog, amikor az adataikat kiszolgáltatják, és azzal visszaélhetnek mások. A digitális immunerősítő program 16 standból és színpadi előadásokból áll. Az első pécsi állomás után országos körútra indul, hogy minél több fiatalt megszólítsanak, és felhívják figyelmüket személyes adataik védelmére. Hal alakú sütit és Balaton szeletet kaptak azok a horgászok, akiknél az ellenőrzés során mindent rendben találtak a halőrök. A halak napján ilyen kedvességgel is készült a Balatoni Halgazdálkodási ZRT. A fiatalok pedig interaktív előadásokat hallhattak a balatoni halfajokról és a horgászat szépségeiről. Érdeklődve hallgatták a középiskolások a balatoni halfajokról tartott előadást a Siófoki könyvtárban. A szakemberek azt mondják, gyermekként nagyon sokan kipróbálják a vízisportot, de aztán kamaszkorban alább hagy az érdeklődés. A Balatonon több mint 10 000 gyermekhegyet váltó horgász van, de ott megtorpan valamiért. Az ifjúsági korúak, a 14 és 18 év közötti korosztályból kevesebben horgásznak. A horgászvizsga maga eltántorít sokakat sajnos.
próbáltam ezt is itt most kidomborítani, hogy nem kell félni a horgászvizsgától. A mi horgászegyesületünkben például tartunk felkészítőt is, ezzel együtt könnyedén át lehet menni ezen a vizsgán, és utána is lehet tovább szabályosan horgászni. A halak napján nem csak előadásokat tartottak a Halgazdálkodási Társaság szakemberei, hanem jutalmazták azokat a horgászokat, akiknél az ellenőrzés során minden rendben találtak. Ma van a halak napja. Halak napja. Jó, minden évben egyszer halak napját ünneplünk. Szépen. És arra az esetre, hogyha nem fogna, mi hoztunk többféle halat is, úgyhogy szeretném megkínálni vele. Mille Sándor hetente kétszer kisétál ide a balatonföldvári kikötőbe, a jófogás reményében. Több órát tölt el a kikötő stégjén, mint mondja, az ellenőrzések egyáltalán nem zavarják. Többszörre ellenőriznek. Én nekem éves területi jegyem van, úgyhogy én úgy vagyok vele, hogy már idestova, ha jól számolom, akkor olyan 50 éve ide járok. A szakemberek és a halőrök azt mondják, a helyi és ide látogató horgászok többségével általában nem is szokott probléma lenni. Évente durva 70 ezer horgász van a Balatonon, abból 250 emberrel van problémánk évente, tehát azt tudom mondani, hogy elenyésző a szám. Még hogyha ezt felszorozzuk egy párral, amit ugye a halőr kollégák nem vesznek észre, nem akkor vannak szolgálatban, akkor is azt tudom mondani, hogy egyébként amúgy minden, tehát nagy rendben van a Balaton környéken horgászati szempontból. Hogy ez így is maradjon, annak érdekében április-május hónapokban, amikor igazán beindul a horgászturizmus, egy újabb jutalmazó akcióval hívják fel a figyelmet a szakemberek a horgászrend betartására. Szép diadalt aratott Pécs városa az Európai Évfája nemzetközi versenyben a Havihegyi templom bejárata előtt álló öregfa 14 országot maga mögé utasítva első helyezést ért el. A Pécsi Janus Pannonius Múzeum természettudományi osztályának Jurassic családi túraklubja által örökbefogadott különleges fánál szerdán piknikkel ünnepelték a győzelmet. Virágzik a pécsi Havihegyi mandulafa, amely elnyerte idén az év Európai Fája címet. Ennek örömére piknikkel ünnepeltek szerdán a helyszínen. Reméljük, hogy a érdeklődés nagyobb lesz. Mi egyébként itt lakunk a hegyen, mi sokszor elsétálunk erre, úgyhogy mi sokszor láttuk ezt a fát. Több látogatót, turistát várnak a helyiek a cím megszerzése után, mondja az egyik résztvevő. A szavazási kampány múzeumi szervezői várták a mandulafának szurkoló pécsi lakosokat a piknikre. A múzeumok népszerűsítése volt a céljuk a kampány szervezésével. Megmutatni azt, hogy nem csak a négy fal között végzik munkájukat. Részben a kutatások helyszíne a terep, részben pedig a környezeti nevelés, ami a múzeum pedagógiával szervesen összefügg és egymásba kapcsolódik a természettudományos területen. Nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy a gyerekeket minél többet vigyük ki a természetbe, és azt hiszem, hogy annak is köszönhető a fa győzelme, hogy ebben is Magyarországon élen járunk egyébként ezekben a környezeti nevelési projektekben, szerintem európai szinten. A Pécsi Janus Pannonius Múzeum természettudományi osztályának Jurassic családi túraklubja fogadta örökbe a mandulafát. Ezért buzdítottak mindenkit a szavazásra. A február 28-án lezárt voksolás eredményét március 19-én ismertették Brüsszelben. 45.132 szavazattal a pécsi mandulafa lett az európai évfája. Végül mutatjuk, miről szólt a híradó. Együttműködés, a város legnagyobb helyi adófizetőivel találkozott Paks polgármestere. Közmeghallgatás, az idei tervekről tájékozódhattak a bátaszékiek. Kullancs szezon, rengeteg vérszívó élte túl az enyhe telet. Verseny, több mint 50 diák mérte össze a tudását Szekszárdon. Tolna megyében hétvégén a hűvös hajnalt követően délutánra már több fokkal a sok éves átlag fölé melegszik a levegő. Zavartalan napsütéses tavaszi időjárást várhatunk. A légmozgás gyenge, változó irányú marad egész nap. Éjszaka ismét csillagfényes, szélcsendes idő ígérkezik. Tovább mérséklődik a hajnali lehűlés. Mára köszönöm figyelmüket, friss hírekkel legközelebb hétfőn este jelentkezünk. Műsorainkat visszanézhetik a tolnatáj.eu oldalon, vagy keressenek minket a Facebookon, ahova képet, videót is küldhetnek, és ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Viszontlátásra!